Köszönöm, Robi, üdvözlök én is mindenkit. Egész nyugodtan jelezzetek nekünk vissza a kép, oké-e, hang, oké-e. Nekem most úgy tűnik, hogy igen, aztán majd aztán ti visszajeleztek. TBR hangos. Akkor azon állítunk egy kicsit vissza. Ugye, hát a halk szokott lenni, ilyet is ritkán hallunk, de akkor visszavettem belőle egy picit a hangjából. Na, és itt vagyunk ugye a második pályával, Cobblestone-nal egyelőre. Egyelőre még nem kezdenek a csapatok, előbb lementek hárman is a Hellraiser-asztal, és még csak mostanában csorognak vissza. Jó, ez megtörtént. És már gyűlünk. Ahogy említettem, hát elég atok jellegű most ez a stream, úgyhogy láthatjátok, hogy hogy fogom beaddolni a az esport egy logót. Na látjátok, na ez a, ha valami, akkor ez a kulisszák meg a gyerekek, tehát erre büszkének kell lenni. Ti ezt láthatjátok most, nem sokan mondhatják ezt a magukról. Jó. És indul akkor a játék. Már is visszajövök tálcáról, és akkor nem fog lagolni a kép. Most már jónak kell lennie. Na nézzük. Outlaws versus Hellraisers, ugye bolgár csapatról beszélünk. Illetve itt van velünk a Hellraisers, és remélem, hogy őket nem kell bemutatni. Itt játszik Dead Fox, akinek egyértelműen nekünk magyarunknak szurkolni kell, de azért természetesen a kommentátori pártatlanságot majd megpróbáljuk azért játékba hozni. Dead Fox nyitja a lövéseket, nagyon gyorsan felszaladtak a srácok ára, pillanatokon belül le is fog kerülni Stiko kezei által a bomba. Angel közben 4 HP-ra sebződik, közben próbált zónázgatni, területeket nyerni csapatának. A bomba lekerült, és Bence már nézi is a kerülő Nikit, aki elhullik. Nem kell megtéveszt, vagy hogy mondjam, tehát ne tévesszem meg senkit, Niki nem hölgy. Nem hölgy, itt férfi csapatokról van. Szóval, és Dead Fox már a harmadik fregét lövi ebben a körben, nagyon erős kezdés. Rocky egyedül. Pedig hogy semmit nem fog tenni ezért a körért. Úgyhogy jó kezdése van egyelőre a Hellraisersnek, de hát ez még hozzá kell járuljon majd a következő két kör, majd az első fegyveres kör elhozatala, és az utána lévő anti-echo. Na és akkor azt lehet mondani, hogy erős kezdés. Így van, messze van még a vége. Hát amiről még esetleg beszélhetünk így a legelején, ugye az előző pálya overpass, amit a Hellraisers nyert meg. Igazából elég sima győzelem volt, ami azt illeti. Mindjárt mondom is az eredményét, 16-5. Azért talán overpass egy olyan pálya, amin hogyha HR ellen többet hozol, akkor az egy jobb Cobblestone-t vetít elő, már így az Outlaws számára, de hát meglátjuk, hogy itt mire mennek majd. Még most is hangos vagyok. Komolyan. Na hát akkor még veszünk vissza egy kicsit TBR-ből. Hát egyébként kedves nézők is jelezhetik, hogyha tényleg még hangos vagyok, és akkor azon persze állítunk. Hát legrosszabb esetben elküldelek, és akkor aztán nem leszel hangos, azt tudni, de hogy is én nem fog előfordulni. Dead Fox leteszi a bombát, Stikóval egyetemben védekeznek. Spellan velük szembe egy 5-7-nel van Kevlarja, kis Kevi. Dipoidát ezt valószínűleg meg kell oldják. Bence, 2 HP-n Bence, és micsoda csapatmunka, Stikó és Dead Fox. Mind a ketten eleget sebeztek Spellánba, úgyhogy a kettő köre, a második köre meg is van a HR-nek. Ne feledjük, hogy ez plusz info, hogyha ezt megnyerik Bencék, akkor az Envias és a Heroic győztesével fog játszani. Hát ez mind a kettő elég jó csapat. Úgyhogy ott már azért komoly ellenfél lesz a következő fordulóban, ugye az már a semifinal, elődöntő lesz. És hogyha azt megnyerik, akkor bejutnak a döntőbe, és akkor ott vannak Malmöben.
Hát még nem konkrétan ma a műben, de megvan a jegyük rá, mondjuk így. Hát igen, odaig még el kell menni, és még nem is most vagy holnap lesz az a verseny, augusztus végén, szeptember elején. Így, ahogy tanult kollégám mondja. És hát... már is szünet. Tűnnek el a játékosok az autó az oldalon. Valószínűleg valamilyen technikai probléma ütötte fel a fejét. Hát reméljük nem tart sokáig megoldani ezt a dolgot. Hoppáré! Jó kis disconnect mindenkitől. A bolgárok részéről, úgy értem. Igen, ugye párhuzamosan megy az a meccs sziki. Egyébként ott is most játsszák a második pályát. Ott is most játsszák a második pályát, ott pedig vezetnek a dánok. Trénen kapott összesen egy pontot az Envy. Az milyen? Egy kört hozott az Envy trénen. 16-1. Hát az a heroik az erős igazából. Most ugye a VP-t is megverték múlt héten. Van bennük potenciál, abszolút így gondolom. Szerintem, ha minden jó úton halad majd, akkor egy Harry jó, nem, rosszul olvastam, bocsánat. Na? Telefonról néztem az eredményt. 16-11, na. 10 kört tévedtem azért. Lobby! Jó, hát igen, az igaz. Csak úgy az egy harmad egy meccsnek. Jó. Na, elején vagyunk még, nagyon hirtelen estünk bele a dolgokból, ezt nézzétek el, hogy még vétünk hibákat, majd egy két óra múlva jobb lesz. Ja, mire véget ér a stream, addigra jobb lesz. Szóval, az biztos, hogy megvan a kezdeti három köre a Hellraisersnek. Nagyon fontos előny, lehet ugye bankot építeni, hogy azt megtették, láthatjátok, ha ezt el is veszítik, tudnak vásárolni. Másik oldalon természetesen már megjelent az AVP is. Oda kell figyelni ezekre a bolgárokra, tudjuk, hogy a bolgároknál is nagyon jó játékosok vannak. Itt ugye konkrétan Serkiu az, aki forgatja most majd ezt a fegyvert. Deadfoxnak egyébként 1,83-as ratingje van. És 111-es ADR-je volt az előző pályán, ez csak így halkan megsúgom, ő volt a szerver legjobbja. Hát igen, most ugye, hogy kiesett a Major szereplés, nyilvánvalóan minden másra rá kell gyúrniuk. Egyrészt a csapat is megköveteli, ugye a tulajdonosi kör, a management pluszba. Hát nyilván saját maguktól is meg, hogy a srácok ezt követeljék, hogy így kiesett egy nagyon nagy pénzforrás, így pótolni kell valami mással. És hát a Dreamhack Malmö az pont jó lehet, Masters Malmö pont jó lehet. Spellan kezdi a fregelést, majd Nikolaj folytatja. Nem, bocsánat, nem folytatja. Nem, elvesztett a párbajt Angel eszembe, és Angel 12 HP-ban még jobban, még tud fregelni. NK, bocsánat, véletlenül Nikolajnak hívtam. Egyébként nem teljesen rossz, mert van itt Nikolaj. Egyébként. Igen, tehát igen. Van itt ilyen keresztnevű játékos, hogy Nikolaj. De ő NK volt. Hát egyelőre jó a kezdés. Még maga biztos terror oldalt mutat a HR. Arra az kíváncsi, nyilván nem ebben a körben fog nagyot villantani az Outlaws, de hogyha igen, akkor már rögtön kezdtünk tapsolni. A következő fegyveres kör, na azon majd sok minden fog múlni, ugye. Az lesz az első igazi erőpróba talán. Ezen a pályán. Az biztos. Az biztos, hogy még emellett nem lesz könnyű dolga egyébként az Outlaws-nak, mert amit látom, nagyon jól megy most a Hellraisersnek. Az előző pálya statisztikáiból is mondom ezt, illetve a jelenlegi öt körből, amit láttam a srácoknak a játékából. Akkor laggol be, srácok, amikor éppen letálcázok, hogy megnézek valami kis információt, és a GoTV az ilyen, akkor szétesik, de ez általában igyekszem akkorra időzíteni, amikor elkezdődik a kör vagy véget ér, tehát magára az akcióról nem fogunk lemaradni. Hát továbbra is tartja Stiko a Galilt, pedig
10.650 dolcsia van. Miért az szóval... a sok pénz, meg milyen jól jöhetsz későbbiekben? Hát az tuti. Ráadásul azt a Galil sem szabad leírni, lehet vele olyan dolgokat művelni, hogy csak na. Főleg most, hogy ugye megtörtént az UMP nerf, azóta egyre jobban jönnek vissza Famasszal együtt. Hát jönnek, de nem olyan gyorsasággal, mint azt hittük. Tehát azért még bőven látunk vele játékosokat. Igen, vannak azok a szituációk, amikor tökéletes maradt az UMP. Közelre még mindig jobb, mint egy Galil. Dead Fox 46 HP-m. Most már egyébként elég jól nézik B-t a bolgárok, eddig ez így elég gyenge volt a részükről. Közben! Nagyon szép lövés volt. Négy az ötre, meg lehet ezt még bőven csinálni. Vannak gránátok. Dobják is a destruktív gránátokat tálcára. Sikerül is gyilkolni a Bencének. 3-3-ra. Zsör megy elér. Nagyon szép rátartás volt NK-nek. Esélye sem volt. Spellen viszont a válaszolni tud is, sehát kezd kifutni a HR az időből. Mondjuk tök mindegy, az SK Gaming ilyenkor szokott támadni, tehát ilyen 20-nál, és közben Bondik is elég, le fog kerülni a Bomba Angel jó voltából. Gránátjai nincsenek, viszont tele van a HP-ja. Van még nagy kevi, és kinéz! És nem hibáz a bolgár AWP-s. Serkiu. Lehozzák az első körüket az Outlaws játékosai. Bocsánat, Outlaws, mert ugye törvény felett, hát most sülökre. Igen, itt a törvényen kívül. Mert addig mire gondoltál? Hát így a alacsony szint fölött, vagy alatt, vagy ilyesmi, akkor nem, az nem jöhet ki, mert az O-val van, de hát mind a kakaó, de hát mindegy. Ez Lows, mind a... Igen. Na, 5-1. 5-1, tápászkodnak bolgárok, de ez borzasztó kevés még egyelőre. NK-nél van UMP. Van utility bőven mindkét oldalon, tehát attól nem kell félni, hogy nincs mit eldobáljanak a srácok. Ki is mentek még ugye a füstök az elején, hogy gyors kör lesz. Zero, duplázhat, de ez még csak egy. 7 HP-ra sebződik Zero gránáttól. Úgyhogy dobálják továbbra is a bolgárok a destruktív gránátokat. Jézusom, két tűz között, Niki. Csak túl érte. Micsoda spray control Rockintól. Hát ez... Beadta, viszont Angelnek már megvan Chicken House, ahonnan kettő freget is képes szerezni. Na, ez hihetetlen. És elég! Visszament a tűzbe. Azt hittem, hogy tudnék fregelni, vagy nem terjed odáig a moló, de hát ezt rosszul hittem. Bolgár játékos NK. És elhullik Zero által, úgyhogy még 7 HP-val képes volt fregelni a szlovák játékos. Hát ő továbbra is tartja az ötkörös különbséget a Hellraisers. Így nem győzzük kihangsúlyozni, hogy a következő mérkőzés lesz igazán kritikus, most már nyilván minden kör, minden mérkőzés kritikus, mert itt ugye egyenes kiesés van. Tehát, hogyha ezt a BO3-at veszíti valamelyik csapat, akkor búcsúzik ettől a kvalifikációtól. A másik, aki pedig megnyeri, bizony megy vagy az Envy, vagy a Heroic ellen. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Heroic, de most még csak az előny van náluk. És azért a Heroicot ugye nemrég láthattuk játszani, ugye Kölnben. Nem jutottak tovább a csoporttól, de azért szép volt a játék, amit mutattak, prezentáltak számunkra, mégiscsak egy nagyon erős csapatról beszélünk. Úgyhogy Bencének a következő mérkőzés, ami mindenképpen egy neves csapat ellen lesz. Nyilván az Outlaws-t is ismerhetitek, ugye itt azért... hát gyakorlatilag ez is egy olyan bolgár orga, amit már megjárt. Na, Spellan idők ezen, bocsánat, hogy így próbálok sztorizgatni, miközben Spellan az, aki két fejest elcsíp. Tehát ez az Outlaws is olyan, hogy a legjobb bolgár csapatokat is birtokolta már, ugye most itt konkrétan ez alatt ugye Bubble-ékre értem, meg akik itt döntőztek nálunk, most hirtelen nem jut eszembe a nevük, TBS segíts ki. Voltak még a Dél-Kelet-Európai Bajnokságon is itt döntőztek a Revolt ellen. Hát konkrétan ők is. Ja, igen. Igen. Bubble volt ott a csapatban, ugye Dreamer. És Spy Leader többek között. Na mindegy. Sok, és még sokan mások.
1v2! És MK nem tudja megoldani ezt az 1v2-t, szóval 7-1-re módosul az állás. Egyébként akik velünk voltak, az ESL van kölni bajnokság offline, és hát offline, múlt heti offline döntőiben láthatták ugye ezt a Dreamhack Masters Malmö reklámot, illetve ajánlót, azért azt is eléggé meg fogják tolni azt a versenyt. Az igen, tehát már a Las Vegas volt februárban, igen. A Las Vegas-i előtt is olyan marketinget hozott össze a Dreamhack, olyan csinálókat készítettek előtt, hogy mindenki csak nézett, hogy mi a fene, tehát soha nem láttunk kb. Olyan minőséget. Most megint összehoztak a Malmöhöz egy hasonló trailert. Ugye a körny közvetítések alatt azt hiszem egy ilyen rövidebb változat ment le, ami ilyen 15-20 másodperc volt, de van egy jóval hosszabb, két perces trailer is, azt is érdemes megkeresni. Esport egyen egyébként megtaláljátok a videót egy cikkben. Nagyon jó. Igen, többek között ezt is megtalálhatjátok az Esport egyen és még más érdekes tartalmakat. Nyilván a Dreamhackről, illetve az ESL vanról is, amit ugye említettem. Most térjünk vissza, mert hát egy anti-ekót kell szépen lassan megoldani, nem kell beleszaladni semmi butaságba. Ugye T-ként, tehát jól használja az idejét a Hellraisers. Igen, kicsit tényleg én is úgy érzem, mintha gyújtóbomba ketyegne TBR-nél. Ja, behaladszódik a mosógép? Dehogy! Dehogy! Mindjárt meg. Csak egy BO3, ahol már egyébként a Hellraisers előnyhöz jutott, tehát 1-0 a javukra, megnyerték Overpass-t. Szóval nagyon közel vannak ahhoz, hogy az elődöntőbe kerüljenek. És megvan a nemzeti 8-1 sziki, nagyon jól észrevetted ezt az eredményt. Nyereményed egy virtuális pacsi. És gratuláció. Lássuk, hogy ebben a körben mit választ, milyen kört választ a Hellraisers, hát megint egy... Hát annyira nem gyors, mert nem dobták el a füstjeiket itt spawnról, kicsit vártak vele. Volt egy olyan körük, amikor ilyenkor már ben voltak bén konkrétan. Most ez szépen lassan sunyogott előre Stiko, nagyjából számítottak rá a célték, csak visszalülni nem tudták, úgyhogy most így tényleg skillből játszik jelen pillanatban a Hellraisers, tehát azt érzik, hogy jobban lőnek. Jobban lőnek, mint a bolgárok, szóval erre kell odafigyelni. Angel milyen szerencsé volt, hogy még ki tudott píkelni és egy másodperc alatt előtt NK-t, azonnal Niki. Nikolaj követte őt, tehát a Fregel is be legalábbis. Visszalőtte ugye Angel-t, ezt mindenképp kellett a bolgároknak, hogy tudják tartani a 3-3-as, vagy tök mindegy, csak egyelő legyenek a pályán a Hellraisers-szel szemben. Közben egyébként ára szépen lecsorogtak, ahol két játékos is van, és most már mi is biztosan tudják, sőt nem csak hogy tudják, hát konkrétan ki is iktatták őket. Úgyhogy nem kell aggódni. Nikolajnak szinte esélye sincs ebben az 1v3-ban, bár egyébként közel van, visszazárt. Visszazárt időben, csak hát nem indult el. Várja, hát ha beleszaladnak a célkeresztjébe, rá is nézek. Most indult el, és Bondiktól azonnal kapta is a fejlövést. Na én meg közben reménykedem, hogy megunta magát a mosógép. És nem fog behaladszódni majd a közeljövőben. Hát figyelj! Hogy is van ez a József Attila vers? Most a dagat, hogy telegette, most a dagatú hákat, és nem is figyelt rám. Hát igen, mint a csak rólad szólna, TVR. Lehogy is, semmi. Viccelek. Na, úgy újabb echo van az Outlaws. Itt láthatjuk, hogy 3000 körül vannak a pénzeik, tehát ebből tényleg nehezen vásároltak volna. Megtették volna azt, hogy forszolnak, de igazából most már semmi értelme, mert a bankját igazából nem tudják szétrombolni a Hellraisersnek. És nagyon szépen tartanak le, agresszív próbált lenni az Outlaws. Hát nem. Maestro bizonyám játszik ma még a Hellraisers, már amennyiben megnyerik ezt a küldetést, most a küldetést. Hát végül is mondhatjuk, hogy ez is egy küldetés. Tovább jutni, hogy aztán játszhassanak vagy a Heroic, vagy az NVS ellenében. Igen, és hát egyre jobban közeledünk afelé, hogy legalább a Hellraisers tovább jusson most. Ez a 9-1-es, sőt lassan 10-1-es vezetés eléggé jónak tűnik, szerintem.
További jobban sem tud az autóhoz kört hozni ellenük, és kapok egy jó 14-1-es félidőt, hát onnantól kötve hiszem, hogy azt a kettő darab kört ne tudná megoldani a HR. Főleg milyen különbségek vannak jelenleg a két csapat között. Nem teljesen tudom, hogy Rakingtól mi a taktika. Mit szeretne elérni azzal, hogy ezt a PK-50-et, de... Hát rendben. Egy PK-50-ük már biztosan van, most tudnak vásárolni fegyvereket, és előkerül a dupla AVP. Na ezzel mondjuk érdekes lehet még ez a kör. Az egyiket elküldik B-re, a másikat meg A-ra, akkor... A játékok kiszoríthatják nagyon gyorsan a Hellraiser-t. Dupla AVP, de most már mindent bevet az autóhoz. Hát egy alapvetően balanszol, de mégiscsak egy CT pályán, tényleg ez a 10-1, hát ez nagyon-nagyon durva, elég és síralmas. És be kell vetni most már a nagy ágyúkat, ezért itt vannak ezek az AVP-k. Egy miden, ugye Spellannál is gyakorlatilag nincsenek is többen án. Most az elején az early game-ben, úgy mondjam, ott voltak B-n, hogy hát ha megint azzal próbálkozik a Hellraiser. Ezt némileg egyébként igazuk is volt, mert elég sokszor mentek B-re. De most nem mentek gyorsan. Lehet, hogy most is B-re fognak menni. A bombát azt lerakták ugye középre. Gyorsan lehet majd vele forogni. Stiko az, aki közben freget tud szerezni. És kerítik már az át. És MP... Oh, pedig pont elfordult, aztán megint vissza. Úgyhogy Stikónak nincs szerencséje. Hogy éppen, hogy MK-nek volt. Spellan. Most van egy bomba, bombás játékos, bondik, viszi, szépen lassan, bizony, amikor középről fel, rocking, el fogja őt valószínűleg csípni, nagyon szép volt a visszavonulás bondiktól, a kis pík, kinézek vissza, és meg is tudja ölni Nikolaj, viszont kevés az idő, nem fogják tudni lerakni, mindenkit meg kell ölni, CT-k, na hol az utolsó CT, nem fogja magát kidugni, ide nézetek, le is húzta a fejét, elbukja ezt a kört a Hellraisers, nem jöttek ki időből, mintha csak a Navit vagy az SK Gaminget látnám játszani. Hát előfordul egyébként. Hát igen, ezt a kört egy kicsit túlgondolt a HR. Az elején bekényelmesedtek, nem csináltak túl sok minden, nem nagyon láttak ember se, és aztán kapkodni kellett. Hát, ebbe sajnos belefut minden csapat a mérkőzések tömkelegében. Elmérik magukat. Jelenleg a pozíciókból azt kell mondjam, hogy most sem számíthatunk sokkal gyorsabb körre. Már azért most az autóhoz gazdaságban meglátszik azt, hogy az előző körben csak Spellan érte túl. Spellan élte túl, de úgyis ugye ő is éppen csak megúszta, nem bukott le. És hát bár ugye pénzt nem kapott a hát, ezért láthatjuk, hogy nem is kellett nekik. Mert nincs hova rakni szinte ezt a sok pénzt. Nikolaj tud sebezni, Angel, nem is csak sebezni, gyilkolni. Egyelőre jobban jönnek a védekből a CT-k. És mit is, hogy itt lesz a vége, ha csak Bence nem az egy 1v4-et, 1v2! Szép két lövés fejre.
Van AVP, és van még 9 gondoltak nem, és kinéz, kinéz MK! Még egy fejes Deadfox-tal! 1v1-ben. Rocking azt hiszem is megúszza! Megúszza! Nem jó a spray Rockingtól, úgyhogy szalad Bence szépen, hogy letegye állrakóra a bombát. Ez meg fog történni. És még vannak nála vakító gránátok. Vannak még nála, úgyhogy szerintem helyzeti előnye az meg lesz Bencének. Bár annyiban nem, hogy nem tudja, hogy merőjött Rocking, mert hogyha így szaladgál, így trappol, akkor az is meg lesz. És ennyi. Bence 1v4-et hoz. Hölgyeim és uraim, kiszámított másra. Ő is senki nem meri feltenni a kezét. Annyira benne volt a bugi a kezében, az első két kill-nél lehetett látni, hogy nem fog mellé lőni, tehát hogyha itt, ott volt egy esélye ugye Rockingnek, hogy elője, mikor éppen futott el Bence és hátat fordított neki, és 20 HP-re is lőtte. Egyébként az első három játékos meg se tudta sebezni Bencét. Elég durva. Hát ez most tényleg látszódik, hogy más szint csapat. Láttunk már ilyet. Láttunk már durva rekteket, nagyobb versenyeken is ennél. Igen, hát abban az előző körben azért így 4v1-ben ilyenkor mindig azt lehet mondani, hogy a kommunikáció valahogy elmarad, vagy romlik a csapat között. Úgy gondolják, hogy meg tudják oldani a játékosok egyenlenként. De amikor ilyen szépen egyesével mennek rá az ellenfélre, azért az 1v1 az még mindig sokkal-sokkal könnyebb, mint a 4v1. Hiába van életben még 4 ellenfeled, hogyha egyesével jönnek rá, az teljesen ugyanolyan, mint hogyha 1v1-eket hoznál körönként. Semmi különbség nincsen szerintem. Hát főleg, ha nem is sebeznek, mert... Igen, igen, ez meg a másik. Nem. Igen. És itt ugye pont ezt láthattuk. Hát itt nagyon úgy néz ki, hogy 14. A 14. körben meg lesz a 12. kör a Hellraisersnek, és ugye ne felejtsük el, hogyha nem hoz legalább 3 kört az Outlaws. Akkor bizony... Elkiabáltam, Robi. Hát fordíthat az Outlaws, már mint ebben a körben fordíthat. Mert még van hátra 25 másodperc, Bencénél a bomba, csalognak le szépen zéróval. 3 lesz a 2-re, tehát itt kell megoldani, hát így aztán meg végképp. Na ez a spray control most jó volt Rockingtől. Ami az előbb nem ment, azt most javította, és megszerzi a bolgár csapatának a 3. kört. Ami azt jelenti, hogy nem fognak búcsúzni a pisztolyos körökben. Angel! Nem, a 3-an vannak már leugró szavában. Tehát Nikolának ez sok volt. Na majd Rockingnek és az ő spray kontrolljának. Igen! Jött a 3-as! Elképesztő, Bencét is meg tudja ölni! Úgyhogy sajnos visszaadják a volgárok azt a kölcsönt, amit korábban Bencétől kaptak. Hát... Nagyon-nagyon gyengusz az a 4 kör, nagyon kevés lesz szerintem. De hát majd a... csapatok úgyis eldöntik egymás között. Minden esetre... és ez szép volt, mind a két oldalon szép volt a két klacs. És hát várjuk nagyon sok szeretettel és érdeklődéssel akkor a második fél időt. Most komolyan ennyire behaladszódik ez a mosógép. Az emberek már MiG-22-eshez hasonlítják cseten. Hát figyelj, olyan igazából, mint hogyha lenne a mikrofonodnak egy ilyen fehér zaja, tehát annyira nem durva, de gondolom az enyémhez képest tűnik ugye persze rosszabbnak. Hát, igen. Bocsássátok meg TBR-nek, sok az alsógatja, amit ki kell mosni. Hát igen. Sajnos ez az élettel jár, gyerekek. De ti még nem tudhatjátok, mert nektek nincsen. Alsogatjáig, na ne. Vagy mosógép. Ja, mosógépű. Teknőbe mosnak a patak mellett. Na. Nem lehet tudni. Második fél idő következik. És előny. Hát óriási előny a Hellraisersnél. Igazából megszerzik, hát pisztolyos kört.
Forskert nyerik. Megint egy Echo ellen. Ott lehetnek a 14-4-nél. Mondom meg, aztán már csak nem bukják el. OSP-k versus Glock-ok. Hát elég nagy pályáról van szó. Eléggé, ahogy láthatjuk, Zero is milyen távolságokat tud letartani. Itt azért tud az USP dominálni. Viszont pont a Glock Train effekt miatt, tehát most látjuk azt, hogy nem dobálnak egymásnak Tech Nine-okkal, de van olyan, hogy két játékos megveszi ugye a kis Kevlárt, és akkor két másik megveszi a Tech Nine-t, meg még egy füstöt valamit mellé, és akkor gyakorlatilag felszerelkeztek két mini tankra és support játékosokra, hogy úgy mondjam. Most nem ezt látjuk, most egy játékosnál, Nikolajnál nincsen Kevlar, nála van a füst és a vakító gránát, tehát igazából egy lövése lesz most az Outlaws-nak, ami valószínűleg A lesz, tekintve, hogy 45 másodperc lesz hamarosan az órán, és nagyon közel van Zero, tehát hogyha ő mellé fog ölni, akkor szerintem a Glock Train az el fogja őt kaszálni. Mondjuk ez az kell majd, hogy Zero hibázzon, vagy esetleg Dead Fox. Na, Dead Fox Angel, az első kill. Dead Fox már infózza is a társainak, hogy mi újság. Dead Fox Diffuse Kittel és két vakítóval szerelkezett fel, mind a két vakító kiment, ami lassította és a érkező téket, és megvan az emberelőny. Szép Dead Fox, szép Stiko. Hát ezzel nem tud itt tenni a bolgár srác. 12-4. Hát konkrétan háromszor annyi köre van akkor most. Igazából szívesen hozzászólnék, csak most várom, hogy lejárjon a mosógép. Na, most éppen centrifugál, nem? Igen. Aha, igen, igen. Hát előfordul, semmi gond. Csak a sütőt akkor végén meghalljuk, hogyha így pittyeget és kész a pizza, aztán megéhezünk. Igen, majd dudál a futár. Ja. Tech Nine-ok az Outlaws-nál nem tettek bombát, ezért ugye értelmetlen lenne most két kört ekózni, ugyanott lennének a negyedik körre. Szóval megpróbálják, hát ha ezek a pisztolyok hatásosak lesznek. Ami egyébként nem egy rossz ötletem. Vagy szintén ugyanez a felállás már gránátok szempontjából, mint az előbb. Egy füst, egy vakító, még egy támadásra most mennek ki, úgyhogy indulniuk kell. Leugró szoba. Hát ezt nagyon jól olvassák egyébként a céltek, mert zárnak és vissza. Mondjuk szépen oldalul NK-t. Erre van szó. Le is darálják gyorsan a támadókat. Stickok vagy ki mondjuk. Az UMP-ből, de hát Angel segít neki, és az USP is halálpontos. 13-4 is most jön az Echo, tehát most tuti win kéne, hogy legyen a Hellraisersnek, ki három kör választja őket attól, hogy az elődöntőbe kerüljenek, és aztán még egy BO3-as küzdelem, hogy Malmöbe kerüljenek. Ez mennyire menő, amit teszik ki, azt mondja, hát igen, kétfajta, hát mondjuk kifejezetten rám értette, de akár bármilyen más szvegszveg jóló-jóló nézőnk ezt így csinálhatja, hogy nem mossa ruháit, hanem hát mindig aznapi ruhát elégeti, és vesz egy másikat, hát persze. Annyira jó a kaszterifizú gyerekek, hogy ezt meg is tudjuk csinálni igazából. Hát simán, igazából ebből a pénzből tudnék turizni naponta 300 forintért két ruhát szerintem. Hát akkor, na, viszont most meg lebuktattál minket TBR, igaz? Zero. Négy golyóról, inkább levált egy füstre. Hát, igen. Ez ilyen choke effect, na most mit csináljak? Most akkor hogy dobjam el a füstet? Akkor most belemegyek a falba? Ez a legjobb egyébként. Hát mindegy, előfordul a legjobb. Na, Stiko, ledarál mindenkit? Hát nem nagyon számítanak rá, szóval úgy tűnik, hogy igen. Egy gyors hármas Stikótól. És itt vagyunk 14-4. Hölgyek és urak. Nem tudom, hogy tudsz esetleg írni egyébként Gáspárnak, hogy készítheti a következő break képernyőt, de most halál komolyan mondom, tehát... Ja, persze, persze. Csak azért, mert nem tudok letálcázni, anélkül, hogy ne laggolna szír és szar rá a képernyő. Mert hát több mint valószínű, hogy a Hellraisers tovább jut. És még a másik ellenfélt is meg kéne tippelni. És nem tudom, hogy jelenleg ők hogy állnak.
Van itt egy Mouse Space Orders harmadik pálya hosszabbítás, de nekünk MVS Heroic 11-4, lehet, hogy fordítunk a franciák. Akkor átnézzünk egyébként azokra a mérkőzésekre, és neki nagyon sokat vártunk. Megnézzük majd Bencéjék ellenfelét. Nagyon fontos utolsó kapaszkodási lehetőség az Outlaws-tól. Ha ezt elveszítik, ott gyakorlatilag vége van a küzdelemnek. A utility az síralmas, kevés a gránát, tehát itt most már tényleg nem lehet baitelgetni, nem lehet annyira nagyon a CT-ket átverni ezekkel a gránátokkal, vagy éppen kikényszeríteni belülük az ő gránátjaikat, szóval ha jól gazdálkodik a Hellraiser szakadatnál, ebben mindenképp előnyük lesz. Jó, a vakítógránát, még egy fantasztikus vakítógránát. Két CT játékost is vakított a TK részéről. Egész egyszerűen azt látom, hogy jobb a kaimban. Nézzétek meg, Angel nem fog hibázni. Itt a gyorsármas Angel, gyors 4-es Angel-től. Na, na, 9 golyó, meg lesz az Angelnek, így van. És még szerez magának egy alkát is. Igen. 15-4. Nagyon gyors dupla zérótól. Hát feladta gyakorlatilag ez a bolgár kapat. Most én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy bármennyire is jó az ellenfél, de minél tovább játszunk velük, tehát mondjuk el tudjuk odázni a mérkőzést, és most 15-ről feljövünk 15-10-re mondjuk, annyival több kört játszunk, annyival többet tanulunk, látunk, stb. Nem kell feladni az ilyen mérkőzéseket, én azt gondolom, hogy minden mérkőzéssel lehet nyerni valamit. Angel közben. Most nagyon, nagyon azt látom az Outlaws-tól, tehát vagy pedig nincsenek egész egyszerűen összerakva, mert tényleg ezek a hót egyszerű körök, amiket a Hellraiser nagyon könnyen tud orvosolni. Ezt láthatjátok. NK egyedül, Tech9-nal, gránáttal, molóval, vakítógránáttal, nagy kevlárral és bombával is, és a reményeivel, ami még egyelőre életben tartja őt. Jaj, hát valószínűleg nem sokáig. De nem ám.